Amikor itt állok és látom ennek a városnak a csodálatos zsidó közösségét, akkor többé nem azt a Debrecent látom, amelyről a jesivákban tanulnak, a híres Moise Sternrabbi, a híres Responsuma, Ber Moise, nem csak ezt látom, hanem egy élő, vibráló zsidó közösséget, amelyhez minden bizonnyal a rabbi és a felesége, a Rebecen, és a hitközség természetesen nagymértékben hozzájárul. Mikor látom Feigen rabbit és feleségét, Riki Rebecent, hogy milyen jó viszonyt ápolnak nem csak a város helyi közösségével, de a város izraeli közösségével is, akkor feltűnik a szememben, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy a zsidó nép él és örök élni fog. A közösség tagjaitól pedig egy különleges dolgot szeretnék kérni. Úgy tűnik, hogy ugyan nincsen szükségetek erre a tanácsra, mégis, mert azt gondolom, hogy magatoktól is jól működik, de hát, hogyha mégis elmondhatom. Ne hagyjátok, hogy a rabbi és a felesége pihenjenek! Több mint 2500 évvel ezelőtt Amos próféta egy olyan időről beszélt, amikor a zsidók és általában az emberiség a világon szétszéledve útmutatást fog keresni. Ilyen időket élünk most is. Az emberek ma keresik a útmutatást, keresik a tanítást, és szeretnék tudni, hogy mikor jön el a végső megváltás. És kik azok, akik ezt a tartalmat, ezt a tanítást megadják, ezt az útmutatást ebben a végső időben, ezek a rabbik és a rebecenek, és különösen a lubavicsi rabbik a világon mindenütt. Pontosan 12 éve, hogy Shmulik és a fiatal felesége Riki, akit ugyancsak fontos megemlíteni, ide költöztek. És el kellett tennie ennek a 12 vagy 14 évnek, hogy eljöjjön ez a mai nap, hogy az egész közösség, az itteni magyar közösség, az itteni izraeli közösség együtt itt ünnepeljük azt, hogy ismét van egy rabbia és egy rebecenje ennek a városnak. És mi pedig az Egységes Magyarország Izraelita Hitközség részéről azt tudjuk mondani, hogy a zsidóság nem csak Budapesten van. Zsidóság Magyarországon sok helyen van. És mi egyetlen egy dolgot tartunk a szemünk előtt, hogy addig, amíg minden magyar zsidónak nem lesz megadva a lehetőség, hogy visszatérjen az őseinek a hitéhez és értékeihez, addig mi nem fogunk nyugodni. Ti Debrecenben az utolsó tíz éve látjunk, hogy visszaél a zsidóság, visszaélnek az emberek, visszajönnek az emberek a zsinagógába, a közösségnek. A debreceni zsidó jövő, ez, ha nem mindenki mondja, hogy más ember lesz a jövő, mi vagyunk a jövő. Mi vagyunk a jelen, és mi vagyunk a jövő. Mindenki, aki itt áll a zsinagógába, ez a zsidóságnak a jövő. Hogy néhányszor úgy néz ki, mint lehetetlen, de tudni kell, hogy erős munkával, erős hittel, a végre az Isten segítségével és a hittel bírunk és állunk a jó helyen. Én mondom, hogy ne legyen Debrecenben egy zsidó gyerek és környéken, ne legyen egy zsidó gyerek, egy zsidó családja, aki ne legyen neki kapcsolat, vagy a lehetősége bekapcsolni a zsidósággal. Korunk nagy kihívása, hogy visszatérjünk az ősi szabadsághoz, ahhoz a szabadsághoz, amit a Teremtőtől kaptunk. Ez valóban nem kell más, mint amit Feigen Samuel rabbi mond, val barátságosnak, normálisnak lenni. Másként fogalmazva, érdekesnek, vonzónak. Ebben a munkában a magyar kormánya még oly nehéz időkben is igyekszik minden segítséget megadni. Támogatjuk a szakrális és a közösségi szinterek megújítását, a programok, az oktatás, a képzés megszervezését, fenntartását. A lelki tartalmat a bölcs rabbiknak és a közösségeknek kell beletölteniük mindebbe a keretbe. Shmuelben egy olyan embert és egy olyan rabbit ismertünk meg,
aki mosolyával, kedvességével, azt hiszem, hogy mindenkinek a rabbi a Debrecenben, és ez is a cél, hogy mindenkit meg tudjon szólítani, mindenkit be tudjon hozni a közösségbe, a zsinagógába, még talán azokat is, akik ilyen-olyan okok miatt egy picit az elmúlt időben eltávolodtak. Jelent építünk, és nem csak jelent, hanem a jövőnket is szeretnénk bebiztosítani, amihez azt hiszem, hogy fontos egy kiváló rabbinak a jelenléte a közösségben.